2012. október 25-én Klaus Dana irodájába beszélgetünk. Kérdésem a következő. A magyarországi vonatkozású anyagokkal, régészeti leletekkel hogyan találkozott először, és azok az anyagok, amelyek a kutatásai során előkerültek, azok milyen összefüggést tudnak mutatni az európai kultúrtörténetre vonatkozóan? Der fragt dich, wann hast du das erste Mal mit so einem alten ungarischen Funden oder Beweisstücken, urgeschichtlichen Beweisstücken, wann bist du da in Kontakt geraten und was für eine Rolle spielt das für die gesamte europäische Kultur oder, und Geschichte? Ich bin gerade dabei, mehr in die ungarische Kultur hineinzublicken. In der Vergangenheit war ich mehr in anderen Kontinenten, in Afrika, in Südamerika, Nordamerika und Asien, aber ich glaube, dass wir auch in unserer Nachbarschaft noch einiges haben, was von großer kultureller Wichtigkeit ist. Régen ő különböző más országokon kutatta, és most nem régen ő kezdte a magyar ős történelemet kutatni, és ő meggyőződve azon, ha itt a szomszédban, Ausztriában a szomszédban nagyon nagy kulturális értékek vannak, és ezt próbálja is bebizonyítani. Eines für mich sehr interessant ist eben diese Knochenflöte und ich habe dich ja spielen gehört. Es ist fantastisch, geht auf 30.000 und noch mehr Jahre zurück. Egy jó érdekes bizonyíték ezt a csantfúria, ami ő engem keresztül megismerte, és ez 30.000 évtől visszafelé lehet visszamenni. Im Vergleich dazu eine Steinflöte, Panflöte aus Bolivien, die mindestens älter als 8000 Jahre alt ist und wo du ja heute festgestellt hast, dass die Tonart komplett unbekannt ist, also dass es nicht mit unseren Tonleitern übereinstimmt. Itt van egy körülbelül 800 éves bolíviai kőpáncsik, hol én tudtam megmutatni, milyen érdekes hangskála van, ha ez nem egy mai hangskála lehet rajta fújni. Dann habe ich eben durch Imre eben heute sensationell seinen Test miterlebt, wie man aus einigen simplen Materialien harten Beton erzeugen kann. Ő volt tanú, hogyan a Jászdi kis Imre megmutatta, hogy ős egyszerű természetes anyagok még keményebb anyagot lehet önteni, mint a beton, sokkal keményebb anyagot. Und ich bin sehr begeistert über einige Bilder, die mir Imre gezeigt hat von Riesen, die auch in Ungarn existiert haben, was für mich sehr, sehr interessant und wichtig ist. És ő nagyon örül neki, nagyon boldog attól, ha Imre-től kapott képek, ha tudta nézni óriásokról, ami Magyarországon található, találtak csontvázak. Also ich weiß, es gibt noch einiges zu entdecken in Ungarn, und vor allem was auch die Sprache anbelangt, werden wir sicher noch einige sensationelle Entdeckungen machen in naher Zukunft, eben auch durch die Hilfe von Imre. És nagyon meggyőződve vagyok, ha a magyar nyelven fogunk sok dolgok még rájönni, és a Jászdi kis Imre segítségen keresztül fogunk nagyon fontos dolgok rájönni a teremtésről és a ős tudásról, ami a nyelvben van, a más bizonyítékok, ami itt az asztalon vannak. Mit üzen a magyar szakembereknek, illetve a magyar kutató amatőröknek? Hogyan tudják elősegíteni ezt a munkát? Was für eine Nachricht hast du für die ungarischen Amateurwissenschaftler? Wie können sie noch besser in Wirkung treten? Viele Informationen international austauschen. Sok üzenetek nemzetközi szinten cserélni, információk cserélni. Denn ich habe miterlebt, wenn man Informationen gibt, dann bekommt man auch Informationen. Ő tapasztalta, ha adom információk, üzenetek, kapok is üzenetek. Und niemals aufgeben in der Suche. És mindig tartani a remény, a keresésből. Lehetjük ezt úgy, hogy ezt a most ajándékba kapott könyvet, ennek jegyében Magyarországra jó helyre vetéve várhatóan fordítsák is le ottani emberek?
hoffst du oder glaubst du, dass das in deutscher Sprache das Buch auch aufs Ungarische übersetzt wird? Wenn das möglich ist, ich glaube, es ist sicher interessant, denn es zeigt an die 470 Artefakte, die wissenschaftlich nicht wirklich erklärbar sind. Körülbelül én nagyon remélem, ha ez lesz fordítva a magyar nyelvre, mert 470 olyan dolgot mutatja a könyv, ami a tudomány nem tudja elmagyarázni. Értettem, köszönjük. És nagyon fontosnak látja, ha fordítva lesz a magyar nyelvre ez a könyv. Én is ezt látom. Még egy kérdés a tolmács felé. Te hogy kerülsz ebbe a történetbe? Mit jelent számodra, zenész számára ez a kultúrtörténet, ez az átfogó olyan történet, ami, mint tudjuk, a világ egészére vonatkozik, a te fölfogás? Most megértettem egy olyan dolog, ami addig nem értettem. A magyar nyelv, a szóvak, az összefüggés, a világteremtés és az egész világnak az anyag, a titkaja, hogyan van felépítve az anyag és hogyan működik. Én előtt tudtam, ha az egész univerzum ugyan ezen a anyagból van, most, mikor megmutatta nekem, itt fordítottam, megmutatta és megértettem, a teremtés, a felépítése hogyan működik, a szavak, a betűk, ez a túrós anyagol. Én megértettem az én nyelvem, a zene nyelvem, a hangépítéssel, ha ugyanaz van elrejtőzkedve a hangokban, mint a szavakban, a betűkben, a nyelven, és megértettem a fontossága, ha együtt működni, nagyon fontos azt a tudás, ami neked van, és nekem a zenével, és ha most kinyíltek új kapuk nekem és horizontok, ez jelent még több tudás lehet használni, megérteni és használni, és még több erőt kaptam ezt a kutató munkát folytatni, és még fontosabbnak látom az együttműködés. Ez látom, ha ezt a tudást összerakjuk, ha több irányba összerakunk is, együttműködjünk. Mert ez az a megoldás, egy új, egészséges, boldog civilizáció alakítani. Az emberiség most egy elágozáson áll, vagy az önpusztítás, vagy a boldog megvilágosodás. Igen, köszönjük. Itt vagyunk páran, azok közül, akik a körmendi Tajos barlangi anyagokkal kapcsolatosan is találkoztunk már. Ennek a pecsétnek, amit most át akarok neked adni, az egyik példánya az ott is jelenlévő, körmenden is ott lévő Manuelnek a nyakába függ, és több helyen már ismerik. Ez egy urupán pecsét, ami párunkat most már összeköt, így néz ki. Az a tok, amiben ezt a pecsétet rakom, egy csodálatos esztergomi kislány munkája, fogod szeretni. Köszönöm szépen. Nagyon kevés esküszönek mondom, de ezt a esküszönt már mondtam többször, addig, ha szívem üt a testemben, fogok őrizni és sokszorosítani, vagy visszaemlékezésre hívni. A tudásból bölcsesség csinálni. Nekem jelent bölcsesség, használt tudás. Köszönöm szépen. Mi köszönjük. És köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen mindent. Köszönöm.